2020 év végén találtak a rendőrök többfajta drogot egy tamásiban élő, 65 éves vállalkozó otthonában. Az egyenruhásoknak információja volt arról, hogy a férfi az anyagokat terjeszti is, ezért tovább folytatták a nyomozást. Majd 2021 novemberében elfogták a férfit, akinek kis teherautójában az urnák között több tucatnyi tablettát és fehér port találtak. A férfit őrizetbe vették, majd később letartóztatták, és jó néhány hónapig börtönbe került. Tovább folyt a nyomozás 2021-ben, illetve 2022-ben is, amikor 2021-ben egy budapesti férfi is képbe került, aki a tamási vállalkozó dílere volt. 2021. decemberében elfogták a 38 éves budapesti dílert, a férfi ruházatában több mint 600 ezer forintot találtak, otthonában pedig 14 millió forintot foglaltak le a nyomozók. Az eljárás során kiderült, hogy a kábítószer terjesztésében a 65 éves férfi felesége is részt vett, illetve a házaspár fogyasztotta is a drogot. Emellett az eljárás során a tamási rendőrök több mint 20 fogyasztót hallgattak ki, akik terhelő vallomást tettek a trió tagjaira. A rendőrök a napokban a budapesti dílerrel és a tamási párral szemben is befejezték a nyomozást, és vádemelési javaslattal számos bűncselekmény elkövetése miatt megküldték az iratokat az illetékes ügyészségnek.